Február 17-én lesz a programunknak a hivatalos bemutatása. Ezt mondta az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje a Partizán vasárnapi adásában. A program egyébként nem teljesen ismeretlen, hiszen az ellenzék szakterületenként már bemutatta elképzeléseit. Önmagában az európai integráció felé való fordulás az egy nagyon fontos kérdés. Az infláció megállítása, lefékezése nyilvánvalóan nem egy napot fog igénybe venni, de haladéktalanul el kell kezdeni. A felesleges látványberuházásokat le kell állítani. Gondolok itt egy külföldön épülő stadionra, vagy sok milliárdos lopásokra. Ennek része a vállalkozók kamarai tagságának eltörlése, az új alkotmányról szóló népszavazás és a bérlakás program. De ígérnek 4 év alatt 50%-os béremelést a rendőröknek, az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak, minimál bérterhelő adócsökkentést, a trafik mutyi felszámolását és élelmiszeráfa csökkentést. Stúdiónk vendége Zékárpád Dániel, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok, aki a összefoglaló közben büszkén mondta, hogy a bérlakás az én programom, az az én ötletem, vagy az én szívügyem. Ennyire személyekhez kötődik egy-egy programelem? Nem kizárólag az én ötletem, de mi büszkék vagyunk arra, hogy 2010-ben a Jobbik frakcióval gyakorlatilag viaskodtunk a végrehajtókkal egy magyar családért egy kilakoltatási esemény közben. Azóta 500 ilyen eseményen próbáltunk jogsegélyezni. 2012-re már letettünk egy országos bérlakásprogram koncepciót az asztalra, és hát igen, személyes öröm számomra, hogy ez a közös ellenzéki programban visszaköszön, és az pedig különösen megtisztelő felkérés, hogy ezt a témát, területet gondoznom kell az összellenzéken belül. Ez azért jó érzés, mert azt mutatja, hogy az ellenzék nem az esetleges választási győzelem másnapján kezd el mókolni azon, hogy hogyan kéne megjavítani az ország dolgait, hanem már most tudja, hogy mi az az első intézkedés, mi az az első 3 hónapra szóló program, amit le kell tenni az asztalra, készen állunk ennek a megvalósítására. Hány bérlakás épülne a következő évben, az azt követő évben, 5 éven belül? Ha rajtam múlna, akkor évente 5 × 10 000 új építésű bérlakás, ebbe bele kell érteni az üresen álló felújítottakat is, és hát bele kell érteni a lakásügynökségek által bevont ingatlan tömeget is. Ugyanakkor látnunk kell, hogy mit hagy a Fidesz a kasszában. Mi úgy gondoljuk, hogy lesöpri a padlást, de ez nem jelenti azt, hogy mi feladnánk egy bérlakásprogramot. Ez annyit jelent, hogy lehet, hogy a évente 8 000 helyett 3-4 000-rel tudunk kezdeni, meglátjuk, mennyi pénz lesz a kasszában, de akkor is bővíteni fogjuk a kínálati oldalt, mert most Magyarországon ez akadályozza a szülőföldön boldogulást fiatalok esetében, a megalázóan alacsony bérek mellett, de erre pedig a bérúniós koncepciónk áll rendelkezésre, szintén vissza fog köszönni a közös program. Azt mondja, hogy nem tudják, hogy mi marad a kasszában. Varga Mihály azt mondta, hogy 7% körüli volt a gazdasági növekedés, Magyarország sokkal jobban, gyorsabban lábalt ki a mostani krízisből, mint 2008-as válságból. Elégedett volt azzal, amit elért ez a kormányzat. Nem akarok megsérteni senkit, de amikor Orbán Viktor két bal keze egymással csörtézik a közéletben, tehát Varga Mihály és Matolcsi teljesen ellenkező előjelű gazdasági dolgokat kommunikálnak, produkálnak, akkor a másik oldalra is érdemes emlékezni. Matolcsi, amikor ugye nyereséges volt a Magyar Nemzeti Bank, például a devizások pénzéből, akkor ugye furcsa portfólióba fektette ezt, műkincsekbe, festményekbe, alapítványokba, 100 milliárdos nagyságrenddel. Most, amikor az MNB veszteségesnek tűnik, akkor ugye elvárják, hogy a költségvetés, az adófizetők, az ATV nézői pótolják ki ezt az összeget, és már most lebegtetik, hogy akár egy 1 000 milliárdos nagyságrendű ilyen kipótlásra lesz szükség. Ezen felül karácsony előtt még egy több mint 1 000 milliárdos megszorító csomagot jelentett be, szép csendben Orbán Viktor és csapata, ezen közben 400 milliárd csak a beruházási alapnál befagyasztani szándékozott összeg. Tehát láthatjuk, hogy az egyszeri osztogatással szemben a másik zsebből többszöröst vesznek el minden évben, és még megszorító csomaggal is készülnek. Ez minden csak nem sikertörténet. Mit tudnak majd kezdeni ezzel rendkívül magas államadósággal, aminek azért a rendkívül magas jelző az bizonyos szintén egyik oldal, másik oldal másként értelmezi. Kormányzati oldalról pont a pozitívuma van kiemelve, hogy például nagy része most már az államadósságnak forintban van, tehát 500-600 milliárd forint volt 2010-ben, és most pedig 11 ezer milliárd forintnyi megtakarítása van a magyar családoknak állampapírokban, tehát onnan van ez kompenzálva, ami szintén szerintük siker. Megint elfeledkeznek arról, hogy sorozatban veszik fel a devizahiteleket Varga Mihályék és az Orbán kormány, és azt is látjuk, hogy lehet vitatkozni az államadósságról, két mutató szokott számítani. A GDP arányos nem csökkent,
12 év alatt érdemben. Azt viszont látjuk, hogy maga az adósság tömeg az 20 ezer milliárdról jóval 40 ezer milliárd fölé emelkedett, tehát nagyságrendileg nominálisan megduplázódott. Ezt sikertörténetnek beállítani egy nagyon leszűkített véleménybuborékban lehet. Erről körülbelül az jut eszembe, amikor a Széll Kálmán téri kitelepülésnél, standolásnál egy nagyon egyébként jól öltözött és választékosan fogalmazó, magát egyetemi oktatóként bemutató úriember hangosan igyekezett meggyőzni arról, hogy a Fudan, mint kínai egyetem, az igenis a magyar állampolgárok számára majd tandíjmentes megoldást fog biztosítani, hogyha elég jól tanulnak. Miközben tudjuk azt, hogy egy magánegyetemről van szó, 100 milliárdos hitelekből épülne, és több milliós tandíjjal, vélhetően nem a magyar fiatalokat megcélozva. Tehát egy véleménybuborékon belül nagyon elszánt kormánypárti szavazók mindenről megpróbálnak győzködni bennünket és a választópolgárokat is. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, de ettől még ott az igazság, ami viszonylag könnyen bemutatható egy ilyen esetben, mint a Fudan, vagy éppen az államadósság. Ugye ezen túl azt gondolom, amivel szembe kell önöknek is nézni, az infláció mértékének a megnövekedése, ami nem csak Magyarország specifikus, azért ezt így el kell, hogy mondjuk Európában és Egyesült Államokban is. Itthon rekordmagas valóban, 7,9%. Mihez kezdenének önök? Hogyan mérsékelnék? Hogyan változtatnák ezt a inflációt? Soha nem mondtuk, hogy könnyű kérdés. Hiszen a helyzet az, hogy ha az Orbán kormányban bíznának a piacok, tehát elhinnék a szavukat, akkor ez egy könnyebben kezelhető helyzet lenne. Most azt látjuk, hogy ők kamatot emelnek folyamatosan, ettől a hitelkárosultak, banki ügyfelek, törlesztő részletei folyamatosan mindenhol növekednek. A világon emelnek folyamatosan kamatot. Növekednek, viszont az inflációt nem sikerült megfogni, még annyira sem, mint máshol a világon. Európai Uniós összevetésben is egy borzalmasan rossz adatot produkál Magyarország, és ez azért van, mert az Orbán kormánynak már senki nem hisz. Tehát első körben egy megbízható gazdaságpolitikát kell folytatni, amely nem nyúl túl azon, ameddig a takaró ér, de tisztességes módon a beton helyett a humán erőforrást, az állampolgárok boldogulását, az oktatást, az egészségügyet támogatja, mert eddig egy meglehetősen forrásbő uniós időszak volt, ebből lopott rengeteget Orbán Viktor és csapata. Most egy olyan időszak következik, amikor ez a forrásbőség vélhetően azért egy kicsit visszaszűkül, ilyen esetben érdemes az állampolgárok tudásába, felkészültségébe fektetni, ehhez viszont egészen másfajta prioritások szükségesek, az ellenzéknél ezek rendelkezésre állnak, és hogy megbízható, kiszámítható gazdaságpolitikát folytat valaki, akkor bizony ezek a piaci furcsa hullámzások azért kezelhetővé válnak. Egyik oldalról értem, amit mond, másik oldalról mégis nap végén valahogy csökkenteni, vagy érdemben korlátozni kell ezt az inflációt. A kormányzat erre próbálta meg ugye a benzinárstropot, az élelmiszer csoportoknak, hat élelmiszer csoportnak a maximalizálását, az ár maximalizálását, a rezsicsökkentés ugyanebbe tartozik. Önöknél milyen ilyen gyakorlati megoldások vannak, amik azt eredményezhetik az elképzelésük szerint, hogy csökkenhet ez az infláció? Sikerként könyvelem el, hogy félig már sikerült a mondani valómat ért. Érthetővé tenni, néha tényleg sokféleképpen írom azt körül. Pontosan az a lényeg, hogy a befagyasztással és egyéb eszközökkel nem lehet megoldást elérni. Ezek átmeneti tüneti kezelések, de egy idő után már csak aszpirin lehet a haldoklónak. Épp az a lényeg, hogy egy komplex rendszerben úgy kell gazdaságpolitikát működtetni, hogy például nem öntök az építőipart érintő területekre úgy több száz milliárdot, hogy nem mérem fel előtte, hogy van-e termelőkapacitás, vagy beszerezhető az alapanyag. Ha felmérem elő, akkor lehet, hogy nem emelkednek duplára az árak az érintett iparágban. Tehát Orbán Viktorék átgondolatlan és PR kormányzásával szemben egy szakmai kormányzást kell folytatni, ahol igenis normális hozzáértő emberek felmérik azt, hogy egy piacon milyen hatást váltanak ki ezek. Nem egyszeri pénzszórásokban kell gondolkodni, hanem folyamatos béremelésekben, a szociális védőháló visszafoltozásában, és abban, hogy folyamatosan kell kedvezményezni a magyar családokat, nem csak választás előtt. Így ezek a hullámzások, amikről beszéltünk, szabályozhatóvá válnak, a magyar nemzetgazdaság pedig mert nem mondani egy számot, ami reálisnak tűnik, sajnos kifutottunk zárásként, hogy most a 7,9%, ha önök kerülnének kormányra, akkor merne jósolni inflációs számot? Nagyon rossz vagyok tipmixben, sportoló emberként én a beletett melóban és az edzés munkában, az alapozásban hiszek, de amíg 3% fölött vagyunk, addig biztos, hogy van teendő, és mi ennek a felelősségét természetesen vállaljuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget.